A Színbát Színház Történeti Múzeum egyik attrakciója a VIP mozi, mely a téli szünetben nyitott. Az IT a földön kívüli felújított verziója után január 25-én a Top Gun lesz soron. A folytatással kapcsolatban egyelőre bizonytalanok a szervezők, csupán havi néhány alkalmat hirdetnek meg. Egy kicsit hiánypótlónak gondoltam ezt a VIP mozit. Budapesten nagyon népszerűek ezek a kis létszámmal működő és extra szolgáltatásokat nyújtó mozik, és mivel minden adott volt ahhoz, hogy itt kialakítsunk egy ilyen mozit, ezért úgy gondoltam, hogy talán a nyíregyházi közönségnek, talán a nyíregyháza lakóinak is egy ilyen mozival kedveskedhetnénk, és szerencsére a két ünnep közötti bemutatkozás nagyon jól sikerült, szinte azonnal elkapkodták a jegyeket, sőt, amit most januárra meghirdettünk, azokat is úgy láttam, hogy egyik alkalommal már telt házzal, a másik alkalommal pedig néhány jegyet leszámítva sikerült megtölteni. 31 esetében nagy profitra nem lehet számítani. Az alapvető cél az, hogy az épület és az intézmény jobban bekerüljön a köztudatba. Ha majd heti 5-6 vetítés lehetséges, akkor rentábilis lesz a szimbádmozi működése. A téli ünnepek környékén arra is volt példa, hogy családi eseményt ünnepeltek családi vetítés keretében a szimbádmoziban. A filmek leginkább az elmúlt évek sikerfilmjeiből kerülnek kiválasztásra. Első alkalommal az IT a földön kívüli volt látható, ami bár egy 40 éves film, most egy felújított változat készült belőle, illetve a Top Gun második részét a Maverick-et láthatják majd januárban, de a következő hónapokban is a 2022-es, 23-as évből szeretnénk válogatni, illetve vannak még olyan terveim, hogy egy-egy kultuszfilmnek a, a bemutatását is megcsinálnánk, akár Buzz Spencer esteket, akár Star Wars esteket szerveznénk, családi filmeket is számításba veszünk, tehát kimondottan Royce filmeket, animációs filmeket, tehát rengeteg lehetőség van ebben a moziban, és majd meglátjuk, hogy melyik irány az, amit legjobban szeret a közönségünk. Néhány hónapig esetleges a műsorrend, majd a bevezetés után kiderül a közönségigény, és akkor jöhet a rendszeres program, mely nyilván a hétvégi napokon indul első körben. A mozi egy a Szimbád Színház Történeti Múzeum kábízójában elfogyasztható háromfogásos, svédasztalos vacsora áll, betítés előtt a vendégek rendelkezésére, és korlátlan mozisnasi, popcorn üdítő és persze nachos. A jegyeket a színház online felületén és a jegyirodában is megvásárolhatják.